összegyűjtitek és vihetitek haza. CD-ből polip, műanyag pohárból Katica bogár. Ilyen és ehhez hasonló dísztárgyak, játékok készültek a kézműves táborban. A szülők szombaton egy kiállításon tekinthették meg, hogy mi mindent alkottak a gyerekek egy hét alatt. Csináltunk katicát, rákot, egy szép szívecskés virágot, csináltunk méhecskét, oroszlánt, mókuskát, és csináltunk egy dinoszaurus sapit. Azt tetszett a legjobban, amikor csináltuk, ragasztottuk magunkat. Azt hogy csináltátok? Hát úgy, hogy kaptunk egy nagy ilyen tölcsér alakú papírt, arra rá kellett ragasztani a fejet, a kezet, a sapit, a hajat, meg a lábat, meg a cipőt. Táncoltunk is, meg kézműveskedtünk is. És mi tetszett a legjobban? Melyik volt a kedvenced? A szemüveg, a lepkés szemüveg. A tábor témája a szivárvány és annak színei voltak. Minden nap egy színt választottunk ki, a szivárvány színeit, első nap tehát piros színekkel dolgoztunk, a második nap is narancssárgával, sárgával és így tovább. Készültek itt különböző dísztárgyak, játékokat is készítettünk, amivel a gyerekek a két munka közötti szünetet kitölthették. Az egyhetes táborban több mint 40, 6 és 11 év közötti gyermek vett részt.